Nagyon régóta vártuk, és elkezdődik, jelesül a labdarúgó világbajnokság. Jó estét kívánok! Ugye egy jó néhány évvel ezelőtti kimutatása van a UNICEF-nek, mely szerint a labdarúgó világbajnokságok, sőt egyébként Európa bajnokságok után 9 hónappal jóval kevesebb gyermek születik a világon, mint egyébként az év, vagy a 4 év, vagy a 2 év bármely más szakában. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy sokan ülnek majd a képernyők elé a következő egy hónapban. Mi is majd azért így teszünk, és ahol lehet majd beszélgetünk, elemzünk róla. Most egy ilyen előzetes esélylatogatásba próbálunk itt belebonyolódni sportszerkesztő kollégáimmal, Somos Zoltánnal és Németh Krisztiánnal. Sziasztok! Sziasztok! Jó estét! Hát ugye a spanyolok már tegnap elkezdték, ugye kirúgták Lopetegit, akit ugye bejelentett a Real Madrid, és ugye gyorsan beugrasztották a helyre Fernando Hierrót. Ti mit szóltok ehhez? Szóval, mert azért olykor előfordul, hogy menet közben leváltanak egy edzőt egy afrikai ország éléről, vagy valami távol-keleti csapat éléről, de az, hogy az egyik legnagyobb esélyes kirúgja a saját edzőjét, azért az elég vicces. Mielőtt neki kezdenénk, én azért otthonra üzem, én nem minden meccset nézek majd. Rendben van. Hát nézd, Kriszti, a 9 hónap olyan kis trónörök, és akkor tudni fogjuk, hogy valóban... Hogy te nem nézted a Panama-Tunéziát. Lehet, hogy mondjuk kihagyom, igen. Na, szóval, spanyol válogatott. Szerintem van egy olyan olvasata is ennek, és ez elég szomorú, mert egy labdarúgó világbajnokság idején nem szoktuk ezt mondani, de egyébként mindig, hogy a klubfutball ma már gyakorlatilag olyan szinten rátelepedett a labdarúgás, és annyira az a gazdasági erő, ami a mai futballban jelen van, tulajdonképpen tényleg ezeket a tradíciókat öli meg. Ha belegondolsz, hogy az egész azért van, mert a Real Madrid úgy gondolta, hogy már pedig ő... Nem, az egész azért van, mert Zidane úgy gondolta, hogy 3 BL győzelem után hova tovább. Ebben igaza volt Zidánnak, de a Real Madrid ott semmi nem kényszerítette, hogy a spanyol válogatott szövetségi kapitányát szerezze meg magának, de ha már megszerezte, akkor most szerezze meg, és ha már most szerezte meg, akkor azon a világra is kürtője. Tehát én szerintem ezt sokkal kulturáltabban meg lehetett volna oldani. De hát az egész arról szól tényleg, hogy egy edzőnek is manapság ez az elsődleges karrier lehetőség. Az más kérdés, hogy a spanyol szövetség reakciója az mennyire jó. Hajlamos vagyok egyetérteni, hogy jó reakció, tehát hogy tényleg a szövetségkapitánynak nincs ezek után nagy becsülete. De hogy egy VB előtt egy nappal kell ezt feltétlenül véghez vinni, azt azért nem tudom. Tényleg, amit te is mondasz, hogyha ez mondjuk Togóval történik, vagy valamelyik ilyen afrikai országgal, ahol tudjuk, hogy 300 dollár prémiumért egész keretek tudnak sztrájkolni, akár a világbajnokság közben is, akkor nem csodálkozunk. De mellesleg azon kívül Spanyolország egy kulturáltabb futballhatalom, a világbajnokság egyik favoritja volt. Igen. Hát nem tudom, szerintem a slusszpén az lenne, hogyha Reáltól is kirúgnák egyébként a szezon előtt a Lopetegvit, de nem, hát ki tudja, még addig sok minden történhet. Az év lúzere lenne akkor kétség kívül az úr. Voltak azért a példák a világtörténelemben, ugye az olaszok 2 világbajnokságot nyertek meg úgy, hogy óriási botrányból érkezett a csapatuk. Tehát 82-ben és 2006-ban is egy igazi nagy labdarúgás megrázó bunda botrányból jött a válogatott, de ott ez egy összezárást, egy erkölcsi tartást eredményezett a csapaton belül, azt mondják, hogy legalább mi mutassuk meg. Hát ez egy kicsit másfajta botrányt, itt lehet, hogy épp az egységet kezdi ki a dolog, de hát ettől függetlenül nyilván nagyon erős a spanyol válogatott, úgyhogy... Hát az biztos, de én azt is olvastam, hogy talán Ramos mondta, akit ugye annyira sokan most nem kedvelnek, legalábbis a bolygó egyik része, igen, hogy ők teljes messzerességgel Hierro mellett és a spanyol futball mellett tesznek hitet ezzel együtt. Képzel, azt mondta volna Ramos, hogy innentől a spanyol futball, amiket nem érdekel. Én Hierrót egyébként kifejezetten szerettem, egy nagyon jó focista volt. Csak hát ugye edzői... szimpatikusabb volt, mint Ramos. Igen, hát nála nem nehéz egyébként szimpatikusabbnak lenni, azzal együtt, hogy egy jó futballista, de egyébként Hierrónak szerintem az biztos, hogy lesz tekintélye az öltözőben, és ezért egy sztár válogatottnál, egy sztár csapatnál azért talán ez az egyik elsődleges, vagy ez is egy fontos szempont, hogy mekkora tekintélye van az öltözőben, és az egókat mennyire tudja kezelni, például Ramosét. Hát nyilván, hogyha Pintér Attilát választották volna azért. Hát mondjuk az lett volna az igazi, csak hát tudod is. Csak még nem tudja spanyol azt, hogy tolódás. Már tanulja. Na hát, ha most végignézünk tényleg itt a csoportokon, akkor majdnem mindegy csoportban azért van egy, olykor 2 esélyes,
Mire számítotok így előzetesen, aztán majd nyilván belemegyünk itt, tehát nagyon mélyen nem tudunk, de amikor az első kör programjában, mert azért a marokkó-irán mérkőzésre mindenképpen kikérném a véleményeteket, de azért tényleg a legtöbb csoportban van esélyes, jó, az elsőben tényleg az aljelűben azért nincs, de a másik ott van rögtön Portugália, Spanyolország, a C-ben ott vannak a franciák, a D-ben. A nincs esélyes. Hát aki nyerni a VB-t. Ja, hogy az úgy. Hát azért Cavani és Suárez hátul Godin azért... Azt mondod, hogy Uruguay? Hát nem mondom, hogy végső esélyes, de hogy ott lesznek mondjuk talán. Az a baj ezek az előzetes esélylatolgatások, hogy minden VB után egyrészt van egy esélyes válogatott, aki óriásit pereccel, tehát már a csoportból nem jut tovább, sőt mondjuk kikap a leggyengébb ellenféltől. Jártak így már oroszok, angolok, de még spanyolok is. A másik az, hogy mindig van egy olyan csapat, amelyiket meg ugye a hírnév erre az egy hónapra a szárnyára kap, és soha többé nem fog olyan eredményt elérni. Nem tudjuk, hogy ebből a 32-ből ki lesz ez a csoda csapat, vagy pedig, ha nem is annyira lúzer, de akitől tényleg senki nem várná. A D csoportban egyébként, ahol a többi csoportra nem jellemző módon szerintem három olyan válogatott van, amelyikből nem tudnád megmondani, melyik kettő fog biztosan továbbjutni. Legalábbis az alapján, hogy de lehet, hogy négy, mert nem tudom, Nigéria éppen most mennyire erős. Gyorsak. Tehát Izland ugye a legutóbbi EB alapján, meg személyes élményeink alapján azért most olyan szinten van, hogy tényleg bárki ellen, bizony, bármire. Bizony. A horvátok az pont lehet mind a két véglet. Tehát ők lehetnek azok is, akik a kertek alatt majd hazasúnyognak, meg azok is, akik bemennek mondjuk a négybe. És hát Argentinát nyilván, hát ők messzi vannak attól, hogy lebecsülhessük őket. Majd de szép volt. Az EB-ben ugye ott vannak a brazilok, Svájc sem olyan rossz, az F-ben Németország, Mexikó, még mindjárt Belgium, Anglia, Panama, és hát ugye még az utolsó csoport, ugye az a Lengyel, Szenegál, Kolumbia, Japán, az, ami ilyen kiegyenlítettnek tűnik, de hát, hogy... Hát van egy rossz termű, és a halálcsoportot szokták mondani arra, amiben a legjobb csapatok vannak, akkor ez mi? Ez az életcsoport? Lengyel, Szenegál, Kolumbia, Japán négyesből, és tényleg jelentkezzenek, már beiszállt a napokat. Tehát, hogy a magyarországi, igen, szenegáli kisebbséget kivéve, tehát ki fog ebből megcsinni? Ez annyira gyenge, hogy innen senkit nem engednek tovább. Hát igen, de lengyeleket azért nem írnám le, mert ezért a lengyelek ellen viszont nagyon-nagyon nehéz játszani. De azért ott... Mondjuk még ott van Glik, igen, meg a többiek. Meg nem tudják kimondani a nevet, az ellenfelek szövetségkapitányai gondban vannak, mert azt mondja, hogy fogd ki azt a Vöscsikovszkit, és akkor mondják, szerintem számot, számát. Szerintem igen, számot mondani. De a lengyelek benne van, hogy három döntetlennel kiesnek, meg szerintem benne van az is, hogy azért ilyen döntetlen közeli történetekkel egész sokáig mennek. Hát Eden Hazard meg azt, ő ugye lejátszotta tulajdonképpen a VB-t, és nála a belgák nyertek. Nem, egyébként én a belgáktól nagyon sokat várok. Mondjuk Lékenszer is így voltam, de szerintem egy kifejezetten jó csapat Belgium. Én szerintem a belgák az egyik olyan csapat, ahol nagyon sok nagy egyéniség van most. A másik pedig szerintem, akik nem lehet őket titkos favoritnak tartani, de talán a legelsők között nem említeni. Én viszont azt gondolom, hogy a franciáknak lehet ez egy nagy VB-jük, mert talán soha nem volt a 80-as évek egészen zseniális francia válogatottja óta, és azért azóta nyertek VB-t is, együtt ennyi ösztönös nagy tehetségük. Na jó, de azt az ösztönös nagy tehetségű sokaságot csapattá kell formálni. Hát igen, a franciák nem lehet tudni, mert ugye volt, hogy tényleg szexvideókkal zsarolták egymást a játékosok, vagy a szövetségkapitányt utálták annyira, hogy gyakorlatilag tényleg a világ botránya volt az ő szereplésük. Most talán megvan ez az egység, azért Deschamps személyében egy olyan edzőjük van, aki hasonlóan Zidánhoz tényleg a világ minden nagy trófeáját megnyerte, abszolút alkalmas rá, hogy vezére legyen a csapatnak. És hát tényleg zseni sokassága van ebben a francia válogatottban. Gyakorlatilag a kimaradókból akármelyik másik VB esélyes válogatott szívesen vitt volna magával játékos. Úgyhogy őtőlük sokat várok. De hát nem tudom, az olaszok, talán az olaszok. Talán az olaszok, hollandok, Chile, és mi. Kovács Kálmán itt favoritok. Svájc ott van. Svájc most itt van ez a jó vír. Kinek a VB-je lehet ez egyébként szerintetek? Hiszen tényleg most már ott tartunk, hogy azért a legtöbb válogatottnak megvan a maga egyénisége. Ugye tényleg gyakorlatilag imádjuk Szalát, főleg a BL döntő óta, meg aztán ilyen extra hős is lett azáltal, ahogy Ramos a mélybe zuhant.
a szabálytalanságával együtt. Szóval kinek a VB-re? Ronaldónak az utolsó esélye, hogy valami nagyot alkosson a portugálokkal. De teljesen mindegy, mert Müller a halál rápattan oda is bemegy, úgyhogy Mülleré lesz ez. Mülleré lesz? Igen. Jó, most még talán nem, de lehet, hogy már rendöntöttem a Gerd Müllernek a VB gólrekord, vagy Klose ugye utolérte, és tehát valóban a németeknél mindig van valaki, aki úgy önmagában megnézed, azt mondod, hogy egyáltalán nem egy komplett játékos, tehát akár Klosét, akár Müller, de még ha tényleg annak Gerd Müllert nézed is, nem volt egy szuper technikás, szuper jó játékosok, csak nagyon tudták ezt a góllövés dolgot. Hát nem tudom, nyilván Neymar kívánkozna ide zicserként, vagy magas labdaként, hiszen ő manapság ugye a Messivel, Ronaldóval egy szinten emlegetett világklassz is, náluk jobb korban, egy friss sérülés után, tehát kicsit valószínűleg fizikálisan frissebben, jobb állapotban van, mint akik nagyon sok meccset játszottak a szezonban. Ugyanakkor nem tudom, mert én azt gondolom, hogy Maradona óta nem volt olyan világbajnokság, ahol mondjuk egy játékosról szólt volna ennyire egy csapat, és hát ez az pedig nyilván Maradona klasszisát mutatja, hogy ő ezt képes volt annak idején megcsinálni. Meg Isten keze is kellett ugye hozzá. De az az övé volt. Nem tudom, egyébként én Neymart, én mint labdarúgót maximálisan elismerem, sőt kedveltem is, de emberileg. Neked ez a Paris Saint-Germain? Nekem is gondom a PSG-vel. Szóval de a Neymar Paris Saint-Germain kapcsolat és az ő... Nem önmagában ez a Neymar jelenség, szóval óriási lett az ő kis arca. Van mire részben, de azért tehát valami... De úgy érzed, hogy nem is olyan érzés, hogy ilyen mesterségesen lett, és önmaga, igen, meg a menedzsment által Ronaldo és Messi szintjére emelve. Nem, hát azért mennek megvan a tehetsége, de egyébként ez hozzátartozik az, hogy elsősorban emberileg távolodott el tőle, mert amikor... Nem hív föl. Hát egyrészt nem csörög rám, nem tudok már együtt focizgetni velük a grundon. Másrészt meg, amikor Stephen Hawking meghalt, akkor egy ilyen borzasztó ordinári képet tweetelt, ült egy tolószékben, úgy, mint Hawking, és ő ezzel emlékezett meg arról a zseniről. Szóval ezzel nálam elvágta magát. Szoktuk mondani labdarúgók kapcsán, hogy nem az eszért szeretjük. Nem, de hát azért már olyan okos, hogyha Hawking volna nála okosabb, és tulajdonképpen onnantól kezdve azt ünnepelte, hogy most már ebben is ő az első. Igen. Szóval nem tudom, szerintem ő egy kicsit elment vele a ló. Azt hiszem, ez a színészkedős dolog az, ami, mert azért hajlamos rá, ugyanakkor emlékezünk ott a legutóbbi VB-n, ugye neki úgy ért véget a világban, és úgy derékba törték szó szerint. Ja, játékos, hogy mindenki azt hitt, hogy ez is csak ilyen fetrengés. Na most a szerbek, igen, ott vannak a brazilok csoportjában, az egy érdekes meccs lesz ilyen szempontból, tehát ott szerintem egy külön kamerát majd arra, hogy mi az igazi és mi a kevésbé igazi abból, amit majd ott látunk, mert hát a szerbek azért híresen kemény focit tudnak játszani. De egyébként Neymar most valóban bebizonyíthatja, hogy tehát a megúszta sérülés nélkül, hogy... De Messi is megmutathatja, tényleg Ronaldónak az utolsó VB-je lehet vélhetően, vagy az utolsó tényleg olyan, amin alkothat, amit ott van a franciák, nagy Mbappé, vagy Mbappé, ki hogy mondja. Én Messit sajnálni fogom, hogy most sem nyer világbajnokságot. Ez nagyon őszintén hangzott. De tényleg. Pedig hát most neki egyébként szintén nagyon jó válogatottja van, tehát azért az argentin válogatott messze nem csak Messi, és azt gondolom, hogy ha valamikor, akkor most tényleg reális sansza lehet. Csak hát ugye szoktuk mondani, a történelmi hagyományok, ugye eddig egyetlen egyszer 1958-ban tudott dél-amerikai válogatott európai világbajnokságon nyerni, most azért nevezzük európainak a világbajnokságot, úgy nagyobb részében, és hát nem tudom, hogy itt a braziloktól vagy az argentinoktól várhatjuk, hogy esetleg megtörjék ezt a rossz sorozatot, de alapvetően ugye a klubfutball is inkább Európa dominanciájáról szól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy európai válogatott fogja nyerni ezt a VB-t, vagy a brazil, mert a brazilokat mindig mindenhol esélyesnek tartom. És ha már szóba került, hogy ez tekintsük akkor mégis európai tornának, Oroszország milyen házigazda lesz? Ugye azt már lehetett hallani, gazdag. Hogy... Gazdag, igen. Olajban is. Szerintem hogy... semmi keresni valója ott a VB. Én nagyon mérges vagyok a FIFA-ra. Hozzá kell tennem, hogy itt poénkodtam az adásra, hogy Panama azért van benne, mert gyakorlatilag a névrokona a FIFA-nak. És hát bebizonyosodott elég sokszor, hogy ez így van. Én azt gondolom, hogy Oroszországban, de tényleg nem menjünk bele politikába, nem szabadna a világbajnokságot rendezni, de mivel nyilván a világ egyik legnagyobb országa, hát előbb-utóbb várható volt, hogy ez is, meg olimpia is, meg minden, amit akarnak, ott lesz. Hát kivetítőzés például nem lesz, tehát nem lesznek ilyen szurkolói zónák, mint a korábbi VB-ken, pont a terror veszély miatt. Hát meg sok mindent lehet kiabálni nyilván, ha összejön 10-20 ezer ember egy helyen, amit nem biztos, hogy akarnak.
De hát nyilván jó, én nekem fölrémlik az az emlékem, ugye Oroszországban voltam egyszer Bajnokok Ligája döntőt közvetíteni, és azért az felejthetetlen, hogy egyrészt lezártak ilyen 8-sávos sugárutakat, másrészt a Manchester United megnyerte a döntőt, és a híresen vérmes szurkolóik néma csendben masíroztak utána a gyakorlatilag a vörös hadsereg sorfala között a döntő hazafelé. Tehát azért nagyon vigyáztak rá, hogy nehogy túlburjánzon ott bármiféle örömködés. Hát téli olimpiát rendeztek, ugye. Tehát nem volt igazából semmi probléma. Na ugye menjünk akkor a kicsit bele itt az első kör programjába, és szerintem ugorjuk is át itt az orosz-szaudi, meg esetleg az Egyiptom-Uruguay mérkőzés, bár akkor tehát azért a Uruguay szerintem simán csoport első. Simán csoport első? Megy, és szerintem el is megy negyed döntőig. Azért a Marokkó-Irán mérkőzés helyett bátran tudjuk ajánlani a kedves nézőknek a Hello Nyár programot holnap estére. Bár 8 órakor már a portugál-spanyol van, ami azért komoly dilemma, mert az egy kifejezetten jó mérkőzésnek ígérkezik. Hát azt egészen tegnap estig azt gondoltam, hogy egy jó meccs lesz. Most szerinted tényleg ennyire? De akkor nagyon jó meccs lesz? Azt hittem, hogy ennyire megdönti. Nyilván két véglet van, mert amit ugye mindannyiunk példaképpen Horog Laci is mondott, hogy mondjuk egy Iniesta-nak nyilván teljesen mindegy, hogy még szövetségi kapitány ül a kispadon, nem ezen múlik, hogy ő hogy focizik egy VB-n. De valahol egy csapaton nyilván nyomot hagy azért egy ilyen váratlan történés. Szerintem egy kicsit a portugálok esélye így közelebb kerültek azért a spanyolokéhoz, és ezt tegyük hozzá, hogy ha már Krisztián mondta, hogy szerint a Uruguay csoport elsőként tovább megy, hogy ugye ennek a csoportnak a másodikja kapja majd Uruguayt a 16 között, tehát nem biztos, hogy azt akarják, és gondolom, ilyen szempontból egy portugál-spanyol meccsnek rögtön az első csoportkörben óriási jelentősége van, mert gyakorlatilag eldönti a csoport elsőséget. És aztán szombaton pedig láthatjuk majd Franciaországot Ausztrália ellen. Nekünk Ausztrália nem lesz újdonság, a franciáknak talán inkább. Szerintem nekik azért nehezebb dolgok lesz, mint nekünk. És nekünk is sikerült. És szerintem még a nyitókör egyik legjobb meccse az majd szombaton délután 4-kor kezdődik, az Argentina-Izland. Én azt nagyon várom. Én Izlandnak egy picit szurkolok is egyébként. Nekem nagyon szimpatikusak, úgy át ez az egész Izland jelenség, hogy a semmiből. És hogy nem csak egy sportág, mert nem csak kézilabdában, most már fociban is, és hogy igen, óriás. Rengetegen sportolnak. Ebben a stúdióba beférne gyakorlatilag Izland lakossága, és ehhez képest tényleg hihetetlen, hogy milyen szintre fölépítették a fociukat. Igen, és egyébként a legnépszerűbb focis játékban, konzolos és PC-s játékban, és ez már lehet, hogy az aktuális széria, ebben már belerakták az izlandiak sajátos szurkolását, ezt a Viking. Aha. És ennyire népsz, elképesztő. Döbbenetes, kérdeztem itt a adás előtt, láttatok. Nagyon sok izlandél a világkülönböző. Híres üdítőit a gyár is véletlenül épp Izlanddal készített együtt egy ilyen közös nagy promóciós filmet, ami döbbenetes erejű, nagyon-nagyon jó. És hát Izlandra tényleg nagyon sokan figyelnek most már. Hát mert csak azért is tényleg, tehát megnézed az összes esélyes, meg egyáltalán egy ilyen brutális, globális játékot itt a foci és a világbajnokság, és oda megy a világ egyik legkisebb állama, ahol tényleg néhány foci csapatnyi játékos van összesen, és most már egy EB után egy VB-n is alig várja az ember, hogy lássa őket. Szerintem egyébként a D csoportban Argentina, Izland a két továbbjutó. Nehogy már a horvátok ne menjenek tovább. Szerintem Izland oda csúszik a második helyen. Meglátjuk, sok minden kiderül szerintem itt az első meccsből. Ugye itt majd az első körben Horvátország-Nigéria lesz a másik találkozó este 9-től szombaton, és aztán vasárnap megjön egy Németország-Mexikó, ami szintén azért nem ígérkezik egy sétagalopnak, este meg a Brazil-Svájc. Hát a németek, mint címvédők nálam nagy kérdés. Szerintem változatlanul ők a világ egyik legjobb csapata, és hát azért a klasszikus időkből az a fajta mentalitás, nem is az van már, amit Lineker ugye annak idején zseniálisan megmondott, hogy a végén mindig a németek nyernek, de még mindig elképesztően stabilak, és bárki bárhova tesz be, lőv egy esetleg nem annyira ismert játékost, úgy veszi fel a ritmust, és úgy illeszkedik a gépezetbe, hogy szenzációs. Tehát a németeknek van tényleg a legkomplettebb, legkészebb csapatuk. Hát kis túlzással a németeknél a kimaradókból lehetne összerakni egy olyan válogatottat, ami nem is esélyes lenne, de mondjuk egy negyed vagy elődöntőre simán. Igen, tehát Manuel Neuer ugye egy súlyos lábtörés után éppen hogy felépülve úgy foglalta el magától érthetően a helyét a kapuban, hogy tényleg azt mondja az ember, hogy és akkor a Barcelonában a szezont végig védő Ter Stegennek ugye innentől kezdve esélye nincs bekerülni. Szóval már kapus poszton is elég jól állnak. Hozzáteszem, hogy nagyon kíváncsi leszek erre, hogy Neuer hogyan tér vissza egy világbajnokságon.
De hát biztos, hogy a németek nagyon, nagyon komoly favoritok, és minimum 4-ig azért szerintem elmennek. A kapusposzton azért sok csapat áll nagyon jól egyébként. Igen. Hát az utóbbi időben igen, azért megszaporodtak, olyan országokból is kerülnek be akár Real Madridba, ahol itt ugye korábban nem volt rá példa. Ki lehet a kicsi, aki mondjuk elmegy a 4-ig? Ugye az utóbbi VB-ken a házigazdák azért rendre jól szerepeltek, hogy előfordult, ugye, tehát 2002 Korea óriási meglepetés volt. Ez a visz magában hát, bírót Korea. Igen, hát azért az minden szempontból meglepetés volt, de inkább a felháborodás volt erősen. Csak azóta... Most tárgyaltuk ki egy fórumon, hogy ott az nem volt akkora csalás. A spanyolok ellen, igen, az olaszok ellen szerintem nem. Na mindegy, Korea, nem tudom. De Oroszország például meddig mert kicsi. Nem, hát mint rendező, mert az, hát úgy kicsi, hogy nem tartjuk azért esélyesnek ők, sem eddig. Csoportból sem mennek nagyon tovább? Nem. Hát figyelj, ha nem Oroszország lenne, azt mondanám nem. De szerintem itt ez annyira másról is szól ez. Nem akarok. Jó, nem menjünk bele. Sem elméletekbe bele menni. Azt mondjátok meg, hogy szerintetek ki lesz az a kicsi, akire majd fölkapjuk a fejünket, akinek majd tényleg már az egyenes kieséses szakaszban iszonyatosan fogunk szurkolni. Remélem Egyiptom, Szalával. Szerintem Izlandban ez most is az aki. És ti nektek van egyébként választott csapatotok, ha már mi ugye 86 óta megint nem vagyunk ott, tehát ki az, akinek ti nagyon szurkoltok? Az olaszok, tudom, meg a hollandok, ezen kívül, tehát, mert nyilván ilyenkor mindenki választ, ugye a közösségi portálon a Facebook profilképét az ember be tudja erre állítani, sokan egyébként Lengyelországot állították, vagy többeknél láttam Lengyelországot. Nekem a lengyel foci nem annyira karakteres. Én a horvátokat nagyon szeretem, és nagyon szeretném, hogyha eljutnának legalább egy 8-ig, főleg abszolút kedvencem Wolfgang Amadeus Modric játékának köszönhetően. És nem tudom, ezek kívül hát a nagyok közül én mindig a braziloknak szurkoltam, tehát én azért abban a jókora snowbasszában benne vagyok, remélem, hogy tényleg szép focit látunk tőlük. Krisz? Hát, Belgium, Izland, kette, nekem új ők szimpatikusak. De jó VB döntő. Belga, Izland. Azt a mindenit, az hasítana. Hát jó. Van egy olyan globális dolog a futball, és akkor játszol két igen olyan ország, ahol laknak, mit tudom, ilyen Bács-Kiskú megyei, nagyon hát némi túlzásra. Annál azért többet. Kicsit többen. De én egyébként... Engem nem kérdeztetek, én Angliának szurkolok, már nagyon-nagyon régóta. Mi ennek az oka? De jó, de te vagy a műsorvezető, azért nem kérdeztünk téged, de alapvetően, ha már megszóltál, tehát szerinted most jött el az idő, hogy ezek a világszerencsétlenjei, halálosan lúzer, béna angolok, akik minden világversenyen borzalmasan leégnek, azok majd most éppen nem? Én nagyon szurkolok nekik, hogy... De nem válaszoltál határozottan a kérdés. Nem tudom. Szerintem most benne van, hogy valamit alkothatnak, nem hiszem, hogy nyernének, de azért nagyon, nagyon jó lenne, hogyha legalábbis nekem, én nagyon tudnék nekik örülni, hogyha... Hát, de mondjuk egy négy közé. Mögött? Négy közé. Hát igen. Négy közé? Egy négy közé azért szaladjanak be, én azt mondom. Nagyon fiatalok ott most, nem? Kicsit tapasztalatlanok. Igen. De jók. Lehet, hogy majd a következő VB, vagy az azt meg, vagy hát, az vagy követő. Az azt követ. Vagy az azt követő. Vagy majd még igen, utána. Tehát ugye 66 óta ők így vannak ezzel, és hát ugye közben volt ugye olyan generáció, amiben ugye Beckham meg Owen is szerepelt, szóval én az angoloknak szurkolok. Hát nem vagy egyedül vele nyilván ebben az országban. Ebben a stúdióban ezek szerint van. Igen. Nem, bírjuk az angolokat, szerintem azért Panamával meggyűlik a bajuk, de lehet, hogy csoportból tovább. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát majd úgyis nézzünk együtt meccset, meg hát ugye itt Fehérváron is különböző helyeken lehet nézni, nézzék önök is, mert hát bízom benne, hogy ez egy jó VB lesz, azért szerintem 98 óta igazán jó VB-t én nem láttam. Még erre egy mondatig kanyarodjunk. Hát a 2006-os nem volt rossz szerintem, leszámítva persze a dél-koreaiak parádés menetelésének a mellékzöngéit. Az 2002 volt. 2002, bocsánat. Hát nem, 2006-os nem volt olyan jó, de ott meg az elődöntőben, vagy onnantól kezdve az olaszok fergetegesen. Tehát tényleg. Nekem a 98-as az egyik legemlékezetesebb egyébként a franciák miatt, az idem miatt. Hát... Akkor nézzék önök is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Nézzék önök is a VB-t. Már persze akkor, amikor éppen nincs valamiféle fajta sportesemény itt a városban, mert hogy ugye azt ma megtudtuk, a sportpercekben láthatták is, hogy itt a hétvégén a Székesfehérvár Alival elkezdődik a nagy nyári sportdömping, jövő hétvégén atlétikai országos bajnokság itt a Bregyóban, aztán lesz majd Cerbon a futófesztivál,
5 tusa Európa bajnokság, a Gyulai Memoriál ugye, Hopparádéval előtte, és a végén majd egy sportnagy hét triatlon Európa kupával, és hát nyilván emellett még sok-sok érdekesség, és hát majd a videóton is ugye a Bajnokok Ligájában reméljük, hogy valami nagyot alakít, maradjanak velünk, viszontlátásra!